Több százan érkeztek a Nógrád megyei Mihály Gergére a hétvégi programokra. Sokan már évek óta máshol laknak, és csak az itthon vagy Magyarország szeretlek hétvége miatt látogattak vissza szülőfalujukba. Többféle romantikus okot is meg lehet fogalmazni. Hát egyrészt én nagyon szeretem ezt a vidéket, a táj szépsége föltölt, kikapcsol, és ahogy telik az idő, az ember egyre fontosabb, érzi, hogy a gyökereihez, az ősei helyéhez rendszeresen visszajárjon. A faluban szlovákok, lengyelek és magyarok együtt zenéltek. Ez is része volt a kétnapos programsorozatnak, aminek a fő célja, hogy az emberek bárhol is élnek a világban, látogassanak el szülőhelyükre. Ez pedig már Salgótarján. Ide is visszavárták az elszármazott lakókat. Bemutathatjuk az értékeinket, hagyományainkat, éppen ezért vettem fel ezt a szép palusz népviseletet. Én ezzel a babával készültem, aminek a kendőjének a neve Gyere haza kendő, és ezzel a babával hívunk haza mindenkit. A helyiek a város betűit formálták meg, ezekről fényképeket készítettek, hogy végül összeálljon a névtábla. A legkisebbek pedig rajzokkal mondták el, miért szeretnek itt élni. Szeretem a játszótereket, mert sok van, és én ezt rajzoltam le. A közmédia rendezvény sorozatán a gyulaiak a várat ölelték körül. Az összefogást, a szeretetet, meg egymás megbecsülését és a hazaszeretetet jelképezzük. Az összetartozást, a nemzeti értékeinket, azt, hogy magyarok vagyunk, azt, hogy gyulaiak vagyunk, és nekünk a vár ugye mindent jelent. Kaposváron korabeli ruhákban idézték meg a múltat a Ripő Rónai villában. Fiatal művészek pedig együtt dolgoztak ezen a képen, amin a festő stílusát próbálták megidézni. Mohácson busóudvart nyitottak, itt busóöltözékeket és a busójárás kellékeit lehetett közelebbről megnézni. Így ezentúl azok is átélhetik a mohácsi hagyományokat, akik nem a busójáráskor érkeznek a városba. Az Itthon vagy Magyarország szeretlek című hagyományőrző programsorozatot Szent Mihály napjához kapcsolódóan szervezte a közmédia kormányzati támogatással, a Magyar Turizmus ZRT részvételével. Több mint 1300 település csatlakozott az akcióhoz, országszerte több százezren vettek részt a hagyományőrző programokon.